vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Van 12-14 éve vagyunk körülbelül vizen, azóta béreljük, feltételek ideálisak a versenyzésre, és akár elég nagy a vízfelület, a partnak a lejtéstől kezdve minden adott hozzá, hogy akár egy jó versenyt, vagy akárki egy kiviláló is egy jó hétvégét el tudjon itt tölteni. Bedobós kotrás volt annó, ilyen bedobó kosaras gémmel kotorták, és amiatt különböző a vízmélység, és ahol a tárolták a kanalat, ahol húzták kifele, ott ez az egy pontja, ez lényegesen mélyebb. Elég nagy a felület, az biztos, de tényleg, hogyha itt hétvégén vagy hétközben kijövünk kis mozgás, edzés, ha tényleg 2-3 decki van, akkor is van minimális hullám, hogy nem ilyen tükör sima vizen tudunk menni. Az első rajta simább volt, ott második, úgy emlékszem, hogy második helyen be is tudtam fordulni, és azt tudtam tartani, ott közelebb, talán egy kicsit tudtam közelíteni, de ez volt a stratégia, hogy megtartsam. A másodikban pedig egy meglehetősen rossz rajt után sikerült feljönni, úgyhogy negyedik helyről tudtam előzni kettőt. Igazából nem volt annyira látványos előzések, mert az alternatívom volt, mint a némely futamban, hogy két-három körön keresztül keresztezték, koccolták egymást, az nagyon-nagyon, hát én sikítottam végig. Meg jó volt, hogy hatalmas méretű volt a pálya, itt azért kellett ember hozzá, hogy ezt megülje a lovat. Akár merre jött, hát jöttél visszafele, akkor annak a hulláma valahol mindig repültél. Ez egy kikapcsolódásnak indult, de olyan szinte jó ilyen egyenlőeső gépekkel indulni és küzdeni, hogy nagyon megtetszett, és lehet, hogy jövőre beruházunk egyel és részt veszek teljes mezőnybe. Nagyon sokan még nem találják az éveket, amit így a állósból át tudok vinni, azzal próbáltam kicsit gyorsabb lenni a többieknél, ez a második futamban egyszer sikerült is egy előzésre.
De egyébként parádés. Szóval parádés, hogy lehet használni az íveket, lehet használni az egyeneseket. Tetszik. Állós kategóriában a kondícióm kicsit hanyatlik ebbe az idei évbe, mert egyéb dolgok miatt a télen nem sikerült felkészülni, szinte egyáltalán. Úgyhogy így megpróbáltam a tavalyra hagyatkozni, és most jutottam el oda, hogy tavalyi szintet kezdem már érinteni, úgyhogy most kezdek összeállni teljesen. Elég komoly csatát vívtunk Sümegi Martinnal a GP3-ba. Idén ez volt az első győzelmem a GP3 kategóriában, úgyhogy nagyon örültem neki. A GP2-be is egy elég kemény csatába, mégis egy második helyet tudtam megszerezni. A GP1 egy kicsit gyengébben sikerült, ott egy negyedik hely jött össze. Ugye az első futamban ott a Martinnak sikerült jobban a rajt, az is már elég szoros volt, és utána végig ott mentem mögötte. Vártam, hogy hibázzon, de nem hibázott, úgyhogy ő behúzta az elsőjét. Aztán a második futamban pedig sikerült nekem elhoznom a rajtot, ott meg mégis egy kényelmes elődnyel végül elsőként tudtam befejezni a versenyt. Pepóval is elég kemény csatákat vívtunk. A verseny után többen a parton oda is jöttek hozzám, hogy komoly volt, élvezetes volt nézni ezt a csatát, hát mondtam, hogy még a vízen is élvezetes volt. Jetski országos bajnokság negyedik futamait a Lónódi tavon nagyon mozgalmasra sikeredett. Pénteki napon 31 diákkal megismertettük a jetskizés fortéjait ülős és állós kategóriába, 8 és 18 év közötti gyerekekkel. Hát nagyon nagy küzdelmek voltak, izgalmas volt, és ami érdekes, hogy a 8 éves gyerekek ott álltak a dobogon, tehát úgy néz ki, hogy azért lesz itt utánpótlás a későbbiekben. A szombati napunk az megint izgalmasra sikeredett, mert egy ilyen tornádószerű képződmény lecsapott ránk, és gyakorlatilag egy 3 órára megbénította a teljes versenyigazgatóságot, a sátrat, a printelt úgy kellett összeszedni, ott a víz alól, meg minden. Nagy nehezen utána összeszedtük magunkat, még szombat estig nyomtuk, és hát a mai nap vasárnap egy handicappel kezdtünk, még a előző napi 5 kategóriát, 5 futamot le kellett még bonyolítanunk. Hát nagyon kemény meccsek voltak itt a Lónódi tavon, a Meyerlandon, a nagy hullámokba. Mindent előfordult, esések, koccanások, ami kiemelkedő volt, hogy a GP4-es Spark kategóriában már 12 résztvevő volt, és nagyon komoly küzdelmeket folytattak. Azt gondolom, hogy a versenyek nagyon izgalmasak voltak, nagyon sok keresztbeverés volt, egy nagyon jó hétvégén vagyunk túl.
3 hét múlva pedig Gyékényesen az országos bajnokság 5. utolsó futamán, amely az Alpok-Adria Tour 4. szériájával együtt kerül megrendelésre, akkor folytatjuk. Sportosat. Vendégünk a dobogon többször is látott fiatal hölgy, Vásári Ildikó. Szervusz, üdvözöllek, végre egy női jazzki versenyző is. Nem sok hölgyet láttam versenyezni az elmúlt időszakban. Nem sokan vagyunk, ülős kategóriában most én vagyok az egyetlen expert versenyző, még egy lány kezdett el idén versenyezni, a Dóra, ő Sparkkal, és talán 2 lány van, aki állósként versenyez, de ők is még novizban. De hát ugye jazzkiben ugye az a jellemzőbb, hogy lányok, fiúk együtt egy kategóriában versenyeznek. Tehát ma még az a ritka, ahol külön választják. Igen. Ugye? Hát férfiakkal kellett küzdeni. Igen, tehát annyira kevesen vagyunk lányok, hogy nem indítanak igen. külön kategóriát, maximum a nagyobb úgy, versenyeken. Úgyhogy ha jó akarsz lenni, akkor neked férfiakat kell megelőzni. Igen. De hát együtt is edzünk, úgyhogy ezután nem meglepő, hogy együtt versenyzünk. Igen. Hát ugye szerencsés is vagy egyes hírek szerint, mert ugye a Kassa Racing Team versenyzője vagy, finoman fogalmazva. Tehát Berken belül vagy, most már 5 éve azért ott vagy a tavakon versenyzel. Igen. És ha jól tudom, be is tartottad a lépcsőfokokat, tehát nem az volt, hogy rögtön akkor egy erősebb jazzki. Nem, én elég lassan haladtam, első 2 évben csak szlalomoztam, tehát egyedül mentem a pályán az időmérőn, utána 2 évig noviszban zárt pályán, már versenyeztem a fiúkkal együtt, és ez az első évem, hogy már az expert mezőnyben megyek a nagy fiúkkal. Erről a hajóról, jazzkiről mit lehet tudni? Én erről most... 2 kategóriában versenyzem. Az expert az ugye a tudás szint alapján a besorolás, tehát novice a kezdő, utána van az expert és a pro mezőny. Én 2 kategóriában versenyzem, a GP2 ülősben, az a nagyjából stock kategória, itt egy Sea-Doo RXP 300 lóerős géppel megyek, és emellett hogy még a vágod? Magyar... Igen, ennyi még megy a technikai adatokból. Emellett pedig még versenyzek a Spark kategóriában is, ez az az újabb, kisebb kategória. Melyik fekszik neked jobban? Más a kettő, most már nagyon a szívemhez nőtt a Spark kategória is. Először nekem ez furcsa volt, tehát én megszoktam az ülőst, hogy ott csak ülök a gépen kényelmesen, és a Sparkon azért eléggé kell mozogni, tehát az azért növeli a fittségi szintet rendesen. Tehát edzésnek kezdi el mindenki, utána viszont a versenyek is annyira izgalmasak, hogy most ez a legnagyobb mezőny igazából, 10-12-en melyiknél lehet hozzányúlni a motorhoz, és melyiknél nem? A Sparknál abszolút nem. Tehát ott épp ez a lényeg, hogy 10-12-en versenyzünk ugyanolyan gépekkel, ott a tudásszinted befolyásol, hogy kapod el a rajtot, mennyire bírod a 15 percet, mert azért elég fárasztó a Spark. Az ülősnél viszont, amiben én megyek már a GP2-ben is, picit lehet módosítani. Tehát nem lehet elmenni a végletekig, de ezt-azt azért lehet módosítani. De halmabban elég jók vagytok, mármint a Kassa Racing Team. A módosításokban? Igen, igen. Igen, igen. A Gyuri azért megy a király kategóriában is, az a GP1-es, igen. ahol már könnyíteni lehet a testet, és lóerővel el lehet szállni bármeddig, tehát már ilyen 600 lóerőkről beszélünk. Na jó, érzékel tudja fejleszteni, és hogy hallottam. Igen. Úgyhogy még akár világbajnok is lehetsz. Mert ugye Kassa György ugye sokszoros világbajnok. Így van. Te mikor leszel világbajnok? Idén életemben először el fogok indulni a világbajnokságon Amerikában, legalábbis most tervben van. Melyik kategóriában akkor? Női ülős kategória, ott van külön ülős női kategória, de nem számítok VB győzelemre, ahhoz még azért bőven van mit tanulnom, meg fejlődni kell. Tengeren bőven. Lesz, ugye? Nem, Léghavasú Cityben ott egy nagy tavon van, egy nagyon nagy akkor méretű nem tó. Annyira... Attól függ, hogy milyen az időjárás, be tud azért hullámosodni ott is a víz,
de azért nem tengeri viszonyok szoktak ott lenni. Ónodhoz visszatérve, itt nagyon hullámzott, nagyon zavaró volt? Eléggé behullámosodott, igen. Tehát még a nagy ülősgépekkel is ugráltunk a hullámokban, akkor is, amikor nem voltunk túl sokan a vízen egyszerre. Sparkban meg ugye 12-en indultunk, igen, és azok a kisgépek még jobban ugrálnak, úgyhogy fárasztó futam volt. Szereted egyébként a hullámost, vagy azt szereted, amikor csak utazni kell a vízen tulajdonképpen? Egyszerűbb az, ha csak utazni kell, kihívás a hullámokba menni, én nem is annyira vagyok jó benne, úgyhogy örülök, ha ilyen versenyek vannak, mert legalább tudok fejlődni és próbálok tanulni, de annyira azért nem megy jól, mint sokaknak, másoknak. Ugye még egy forduló van hátra, Gyékényesen, ugye ez augusztus utolsó hétvégén lesz, ott dől el sok minden összetettben. Valahol érem, meg lehet? Spark kategóriában a Des Alex-el fogunk megküzdeni igazából a harmadik helyért. Most 2 pont választ el minket, eddig én vezettem, most átvette ő a harmadik helyet. Meglátjuk, hogy az ötödik futam hogy sikerül. De jól leszem ki a szajból, igazából nem fontos most harmadik vagy negyedik leszel. Tehát annyira nem lényeges. Neked nem ez a fontos. Persze, hát szeretnék minél előrébb jutni, de ez nekem inkább a tanulós évem. Aztán meglátjuk, hogy mit tudok belőle kihozni. Azért az Alex nagyon jó versenyző, sok éves tapasztalata van. Örülök, hogy ott vagyok a közelükben, meg a dobogó közelében. Akkor a fiúk egyelőre még nem tartanak tőled, vagy most már? Szerintem annyira azért nem. Próbálkozom. Majd jövőre meglátjuk, mennyire tudom még így felfejleszteni a fitségemet. Igyekszem. Hát majd most a világbajnokságon akkor úgy belekóstolsz, hogy milyen is egy igazi. Igen, az komoly menet lesz, ha sikerül oda kiküldeni egy hajót, meg el tudok indulni. Azért ott azok a lányok más szinten, igen, vannak. Igen. Tehát ők ott már többszörös világbajnokok, fiúk között edzenek, nagy hullámokon, elég komoly versenyeken vesznek részt folyamatosan. Na most erre itthon fel tudsz készülni? Hát ez az, hogy annyira nem. De ha nem indulok el a versenyen, akkor soha nem is fogok odaérni. Akkor nem is vagyok. Igen, igen. És akkor neked több ilyen világbajnokságot úgymond be kell áldozni, hogy tudjál fejlődni. Igen, igazából a Gyuri is mindig ezt mondja, hogy ahol tudok, mindenhol menni kellene, és lehet, hogy nem lesznek jó eredmények, de akkor is mindig tanulunk és fejlődünk, és majd egyszer akkor odaérek talán. Egyébként ezek a hazai országos bajnoki futamok milyenek? Jók? Milyen a feeling? Nagyon jó a hangulat, a légkör, jó társaság van ott. A versenyek is azért pörgősek, most a Spark kategóriában 10-12-en vagyunk folyamatosan, tehát tényleg izgalmasak a futamok. Akkor lehet, hogy jövőre még többen lesznek ebbe a kategóriába? Mert ez viszonylag ez egy megfizethető. Igen. És itt nincs az, hogy jaj, neki jobb a motorja, és akkor eleve már feladva versenyt száll fel a jazzkire a versenyzőit, itt mindenki nyugodtan felülhet, igen, mert az esélyek egyenlőek, ugye? Igen, ez így van. Itt ebben az esélyek egyenlőek, ebben itt hol vagy, melyik mezőny, hová teszed magad? Hát én úgy a középmezőnybe sorolnám magamat. Az évet elég erősen kezdtem, ugye egy második helyen indultam a Spark futamban. Aztán most már mindenki ráérzett, meg szerintem többet is edzettek, úgyhogy kezdek kicsit lecsúszni, egy ilyen harmadik, negyedik helyen vagyok a Sparka. Az állósoknak nagyon jól megy, azt vettem észre. Tehát most a Spark futam az, ami így összeköti az ülős és az állós versenyzőket is, és mindenki nagyon szereti. És az állósok valahogy már megszokták ezt, hogy mozogni kell a gépen, előre terhelni, mikor, hova. Igen. A hullámokban is nagyon jól mennek ezzel a kisebb, könnyű testtel. Úgyhogy most például bejött a Sümegi Martin, és első futama volt a Sparkkal, és szépen megy azért előre. Tetszett is neki, hogy figyeltük a nyilatkozatát. Neked miben kellene fejlődni? Hogy érzed? Elfáradok, az a baj. 15 perc plusz egy körösek a futamok, és elfáradok nagyon a végére. Tehát már nem bírok gázt húzni, már nem bírok kimászni a jetskinek az elejére, mert kezdek elfogyni erőben. Mennyire népszerű ma Magyarországon a jetski? Most, hogy bejött ez az új kategória, azért megint kezd nőni a létszám, azt vettük észre. Még azért jöhetnének bőven akár nézők is, versenyzők is, de én úgy látom, hogy most egy kicsit elkezdtünk felfele ívelni. Talán több az érdeklődő, jönnek a novice versenyzők is. Meglátjuk. Mert ugye augusztus 20-án Szolnokon
a Jetski Szövetség ott lesz a vizen, és te is többek között. Mi lesz ott? Igen, augusztus 20-án Szolnokra megyünk, zászlós felvonulás lesz, bemutatók, flyboard bemutató és verseny is. És emellett... Ez a flyboard, ez most nagy divat most. Igen, szeretik, hát elég látványos is. Ügyesek a fiúk, és jetski verseny is lesz, mind ülős, mind állós kategóriában. Egy hosszabb futam, tehát egy ilyen offshore. Te is akkor ott leszel akkor. Igen, persze. Húzod akkor a gázt. Hát igyekszem. De ez fizikálisan bírható táv lesz? Nem nagyon tudom most, hogy mire számítsak. Hosszabb futam lesz, mint amit menni szoktunk. Tehát én azért így a 15 percre vagyok bekalibrálva, azt még azért kihúzom. Ez meg nem tudom, hogy nem-e 30 perces futam lesz. Viszont most ott tényleg sok néző lesz. Igen, igen, végre. Úgyhogy hát, ha kedvet kapnak egy páran, és belevetik magukat jövőre ők is. Majd elkapja viszont a versenytársakat is a hív, hogy megmutassák magukat, most még jobban fognak menni, mint akár egy országos bajnoki futamon. Na azért húzzák ott is a gáz, ott nem is kell aggódni. Készülsz egyébként? Edzünk, persze. Hát amikor tehetem, kimegyek a tóra hétköznap is, hétvégén mindig kint vagyunk Dunaharasztin a tavon, és hát igyekszünk minél többet edzeni, főleg a Sparkkal szoktunk. De folyó más egy kicsit, nem? Igen, ott én még nem is mentem. Na épp ezt akartam kérdezni, azzal hogy állsz? Nem mentem még. Első alkalom lesz, hát meglátjuk. Sokan is leszünk szerintem, mert most ez egy Pro-M kategória lesz, tehát minden ülős jetski is jöhet így egyszerre. Nem is tudom, hogy mekkora létszámra számoljunk. Akkor ilyen látványos. Igen. Felvonulás lesz, időzőjelbe tél a felvonulást akkor. Igen, leszünk bőven. És akkor utána jön a gyékényes. Igen, az utolsó, az ötödik futam jön. Úgyhogy kicsit vegyesek is az érzések, mert megint véget ér egy szezon, aztán várhatunk májusig. De te mész világbajnokságra? Igen, elvileg, igen. Ez mikor lesz? Október elején lesz. Tehát Amerikában. Akkor még neked akkor tovább tart a szezon. Igen, egy kicsit kihúzzuk. És ilyenkor mit csinálsz, amikor nem legyeszkizni? Ameddig lehet, addig azért megyünk vízre, jól be kell öltözni, annyira nem kellemes már a hideg vízben. Hány fokig vállaljátok be? Hát a Gyuri tovább, tehát ő amikor jeges a víz egy picit, akkor is feltöri a jeget, és még akkor is megy, van száraz ruhája, beöltözik alá, úgyhogy ő szinte sosem áll meg. Én azért ilyen 10 fok alatt már nem nagyon szoktam, tehát ott van a limit. Esés, borulás, ütközést hogy éled meg? Szerencsére eddig elkerültek a balesetek, tavaly Ausztriában egy picit belém jöttek a rajtban, és akkor eltört hátul az ülés. Amúgy ilyen komolyabb balesetem nem volt, megesésem. Hát remélem még egy ideig így is, mert a kicsi koccanások vannak azért, főleg a Spark futamban, ott úgy kostolgatják egymást a jetskisek, de ilyen komoly balesetek nem szoktak előfordulni. Lelkileg fel vagy rákészülve? Hát ezt majd akkor látjuk meg, ha véletlen úgy alakulna. Egyébként sportmúltad van? Nincs. Én korábban nem sportoltam, a technikai sportok sem álltak hozzám közel. Ez jó is, akkor, tehát magyarul akkor sportmúlt nélkül is lehet jazzkizni. Igen. Tehát meg lehet tanulni jazzkizni. Ez így engem beszippantott igazából, aztán hát szépen fokozatosan lehet fejlődni és haladni előre. Tehát aki eddig otthon a kompjúter és a tévé előtt ült, hát nem probléma. Az is nyugodtan kipróbálhatja, persze. És akkor rá fog jönni, hogy igen. Bárki ez egy szerethető sportág. Igen, hogyne. Igazából én nem nagyon ismerek olyat, aki kijött volna hozzánk a tóra, kipróbálja a jetskizést, és úgy jött volna ki, hogy ez neki nem tetszett. Tehát mindenki füligérő mosolya jön ki, és úristen, mikor mehet megint. Tehát imádják, élvezik. Te is? Igen. Mikor először voltál jetskivel a vizen? Féltél? Visszatudsz életemben először én a Gerencsér Csaba mögött ültem jetskin, ő vitt először a tavon. Jó, de hát egy könnyű világbajnokkal. Hát azért akkor féltem rendesen. Azt nem értettem, hogy miért szerelnek fel a jetski végére egy ilyen kis lépcsőfokot, és kérdeztem is, hogy most az miért kell, és csak röhögtek a fiúk, hogy azért, hogy majd amikor leesel, akkor könnyen vissza tudj mászni. Húha! De nagyon jó volt, persze. Hát nem zavarta Csabát, hogy ott ülök mögötte, ugyanúgy kerülgette a bójákat. Izgalmas volt. Úgyhogy igazából ott már így eldőlt minden. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hát akkor... tessék gyakorolni, készülni, mert ugye a magyar bajnokság még nem dőlt el. Ugye augusztus végén Gyékényesen van az utolsó forduló, és ahogy előbb mondtad, most itt a dobogóról itt két ponttal még le vagy csúszva, ami behozható. Persze. Akkor hajrá! Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
további sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.